Dísztestületi ülést tartottak tegnap Abonyban. A résztvevőket többek között köszöntötte Földi László országgyűlési képviselő is, aki az adventi és a karácsonyi időszak fontosságára hívta fel a figyelmet. Pető Zsolt, a település polgármestere évértékelő beszédében mutatta be az eddig elért eredményeket, illetve beszélt a jövőbeni tervekről is. A gazdaság fejlesztése mellett nagy hangsúlyt helyeztünk az intézményi háttér fejlesztésére, bölcsödéink, óvodáink megerősítésére, az iskolai környezet fejlesztését tűztük ki célul, a szociális gyermekvédelmi intézményeket, az egészségügyi intézmények, sportlétesítmények fejlesztését, a művelődési ház és a kulturális lehetőségek fejlesztését, illetve műemlékeink védelmét tűztünk ki célul. Nagy hangsúlyt szeretnénk fektetni a jövőben a városmarketing tevékenységünkre, illetve ahogy a korábbiakban is megszokott, magas színvonalon szeretnénk a városüzemeltetési feladatainkat ellátni. Pető Zsolt elmondta, a belterületi úthálózatokat tovább fogják fejleszteni. A terv, hogy évente 5000 négyzetméter jó minőségű útfelületet építenek meg, de a külterületi úthálózatra is nagy hangsúlyt fektetnek majd. A polgármester beszélt arról is, hogy folytatniuk kell a belvízvédelmi rendszer fejlesztését, a tömegközlekedés minőségének javítását. Továbbá szeretnék a közbiztonságot is erősíteni, ezért kamerahálózat bővítést terveznek. Bővíteni fogják a továbbiakban is a játszóterek számát és a sportolásra alkalmas területeket is. Sok fejlesztés megvalósulhatott a városban, és ki kell, hogy mondjam, hogy ezek a fejlesztések annak köszönhetők, hogy azokat a pályázatokat, amelyeket a gazdasági program alapján készítettünk el, a belügyminisztérium, illetve az útépítéseknél, illetve a kormány támogatásra alkalmasnak ítélte, és jelentős kormányzati támogatást kaptunk ezek megvalósításához. További tervek között szerepel egyebek mellett a Nagykörösi út 3 szám alatti önkormányzati épület, a Sivókúria felújítása, a Knézics-Károly utca megépítése és a Mikestó környezetének fejlesztése is. A dísztestületi ülésen Nagyabony polgármestere Gányovics Júlia és Pető Zsolt testvértelepülési megállapodást írt alá. Az esemény végén pedig több más abonyi díj mellett az év vállalkozója címet Abonet Kft.-nek Szebeni Zoltánnak és Szebeni Ákosnak adták át. Az Abonyváros közbiztonságáért díjat András Hunor Lehel őrsparancsnok kapta. Az Abonyváros szociális gondoskodásért díjat Balogh Kökény Krisztina, a gyermekjóléti szolgálat szakmai vezetője vehette át. Az Abonyváros egészségügyéért díjat Eszlári Katalin védőnőnek, dr. Tóth Katalin gyermekorvosnak és dr. Homoki Ildikó gyermekorvosnak adták át. Az Abonyváros közművelődéséért díjat Debrecenin Bakos Melinda kapta. Jandácsik Pálnak, a művelődési ház munkatársának pedig a Fekete Dió díjat adták át.